Az alkotó Klippel Tamara mesélt stábunknak a kiállítás címéről, valamint, hogy ez hogyan kapcsolódik a festményekhez. A kiállításnak a címe, hogy a négy sarok, és ami közte van, ez hát igazából nyilvánvalóan a kockákra is vonatkozik, illetve a vászonra magára. Tehát több dolgot is bele lehet gondolni, valaki vagy a kockára asszociál, valaki vagy a vászonra. Tamara sohasem tanult művészeti irányban. A festést magától tanulta, a szülei mindig is támogatták ebben, és hagyták kibontakozni. Felszabadítónak érzi ezt a hobbit. Ez a kiállítás igazából nagyon sokat jelent nekem. Én nem tanultam festészetet, sosem jártam semmiféle egyetem képzésre. Magamtól kezdtem el festegetni, és számomra ez mindig egy ilyen terapeutikus dolog volt. 2 éve történt egy nagyon szomorú dolog az életemben, és akkor kezdtem el igazán festeni, és nagyon nagy megnyugvást találtam a kockák festésében igazából. Nagyon terapeutikus, és nagyon szeretem azt benne, hogy határok között kell festenem, mert ugye nyilván meg kell hagyni a határait, viszont azt, hogy milyen színnel festem, azt, hogy mit rajzolok még rá, az viszont az én döntésem. És ez egy ilyen kis különbség a kettő között, ami számomra egy felszabadító dolog igazából. A festés folyamatát ösztönösnek mondhatjuk, nincs mindig egy konkrét kép az alkotó előtt. Ebben a formában is megvan a szabadság érzése, hiszen ha valami esetleg nem úgy sikerül, azt egyszerűen átfesthetjük, mondta a művész. Ihlet nem nagyon szokott lenni számomra. Általában csak elkezdek valamit alkotni, nagyon-nagyon sokat rétegzek, nagyon sokszor átfestem a dolgokat. Vannak festmények, amik 3-szor újra lettek festve fehérrel, és újra kezdtem, és már csak azért is, és valami szépet kihozni belőle. Szóval én mindig csak neki kezdek, csak festek, és úgy jön magától az egész. Tamara szereti a pontosságot, ez geometriai alakok festésénél elengedhetetlen. Ennek ellenére van olyan festmény is, amelynél ezt nem figyelhetjük meg. Vannak festmények, amikben vannak kis karcolódások, például kis imperfekciók, de van, amikor meg nem. Ez attól függ, hogy éppen én hogy vagyok, milyen az élethelyzetem, mik történnek velem, de legfőképpen azért ki szoktam javítani. Természetesen a festményeknek személyes történetük is van, ezért még fontosabbak az alkotó számára. Nagyon sokféle kép van igazából, a fővonal az ugye a geometria, az alakzatok, a színek tömkelege, és igen, és illusztrációkat is készítettem hozzájuk, mint például, amit itt láthatunk, a gyermekkori házamnak az ajtaja, ahol felnevelkedtem, ez egy nagyon fontos rész az életemben, szóval igen, 7.31-ig lehet megtekinteni, és nagyon nagy szeretettel várok mindenkit, és nagyon nagy dolog ez nekem. Szeretnék majd igen, ahogy idő engedi, úgy szeretnék még nagyon-nagyon-nagyon sokat festeni, nem is tudom elképzelni igazából a szabadidőmet a festés nélkül, szóval mindenképpen tervezek. Igen.
Tamara további alkotásait tervezi, a most kiállított festmények között is volt olyan, amit kifejezetten megrendelésre készített. Reméli, a jövőben is rendezhet kiállítást a műveiből. A tárlatot a Zsolnay negyed Kemence galériájában tekinthetik meg az érdeklődők Pécsen.